Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk a Tatai Öreg Tó mellett, Tatán, nyilvánvalóan, és hát ide erre a területre terveznek egy szállodát. És megmondom az őszintét, hogy engem ez milyen felháborít. Nem azért, mert egy tájképvédelmi terület, mert hogy az egyébként, tehát átminősítés nélkül ide nem is lehet csak úgy építkezni. Nyilvánvalóan ez meg már csak politikai kérdés, hogy átminősítik-e. A tájképvédelemről egyébként annyit, hogyha a másik irányban nézünk, akkor a szocializmus is rányomta már a bélyegét a tájképre, de nyilvánvalóan ugye mindennek nem lehet megfelelni, és természetesen azért a fejlődés útjában sem kell állni, viszont engem megmondom őszintén, és egy kicsit drasztikusan fogok most beszélni, és fogok ilyen témákat is videóra, vagy hát videót készíteni ilyen témákról, mert alapvetően engem ezek érdekelnek, és a természetünk védelme számomra tényleg nagyon fontos, hogy én pont amellett a kis erdő mellett lakom, ahol szintén egy nem tudom hány sávos utat szeretnének csinálni, csak azért, hogy az autósok egy kicsit kényelmesebben tudjanak közlekedni, ugye? Mert hogy ez baromi fontos, hát nem. Nem ez a fontos, meg nem az a fontos, hogy mindig le legyen a zsebünk, meg az itteni politikai vezető, aki Isten tudja, hogy kicsoda, nem is érdekel, hogy éppen ki, mert meghallgattam egyébként az ő reakcióját, ugye az ominózus telexes interjúban, ami egyébként tegnap látott napvilágot, ezt le fogom tenni a leírásba, de itt nem politikáról szól, mert elmondom nektek, hogy a politika a ti életetekben, illetve az enyémben, meg a jövő generációjának életében mekkora szerepet, mekkora hatást gyakorol, köbe ekkorát, és azt is megmutatom nektek, hogy a környezetünk védelme, illetve hogyha a környezetünket nem védjük, akkor mekkora hatást gyakorol a te akár, vagy a jövő generációjának, akár a fiadnak, a lányodnak, vagy az unokáinak, vagy mit tudom én, tehát hogy a jövő életébe, hát azt nem tudom megmutatni, mert 196 centi magas vagyok, most csak idáig tudok felérni, de ennél körülbelül egy olyan jó 20-szor nagyobb lenne ez a szint. Szóval eltörpül, és a természetünk, a földünk az pont szarja le, hogy Gyurcsány, vagy Orbán, vagy Soros, vagy mit tudom én kicsoda, mert nem ez a fontos. Az a fontos, hogy a természetünket megóvjuk, mert itt például nem a tájkép, mint ahogy mondtam, hanem az a rengeteg védett madár, aki itt talált otthonra, aki ide jár, annak ellenére egyébként, hogy a város közepén van ez a tó, egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog. Egy építkezés és a még nagyobb embertömeg akár eljesztheti, és az élőhelyüket elhagyhatják ezek a madarak, és kérdés az, hogy egyáltalán találnak-e másut maguknak otthont, és hogyha nem, akkor mi lesz velük, és nyilvánvalóan most mondhatjátok, hogy hát kit érdekelnek a madarak, lehet, hogy ezt mondanátok, de tudjátok, a természet olyan, nézzétek meg egyszer a Pillangó Hatás című filmet, nem pont a természetről szól, csak arról szól, hogy egy apró kis változás milyen lavinát tud megindítani. Lehet, hogy neked csak pár madár, pár hülye madár akár, ezt gondolod, de lehetséges, hogy ez a pár hülye madár itteni elköltözése, esetleges halála, mert mondjuk nem talál új otthonra, nem tud másút életre kapni, illetve életet találni magának. Lehet, hogy ez a pár hülye madár egy olyan szintű lavinát indít el, ami lehet, hogy csak minimálisan a térségnek egy természeti problematikája lesz, de az is lehet, hogy hosszú, nagyon hosszú, mert ugye a természet tényleg azért nagyon hosszan fejlődik, illetve tudja magát megbosszulni, de nagyon hosszan egy olyan dolgot eredményez, és ez abszolút nem demagóg, aminek mondjuk az unokád issza meg a levét. Én értem azt az üzletembert, aki ide szállodát épít 48 éves, hogy pont leszarja, mert valószínűleg az ő életére ez már nem fog semmilyen hatást gyakorolni. Ő ezt látja, meg az itteni politikai vezető, aki 50, mit tudom én hány éves, csak így ránézésre mondom. Nyilvánvalóan ő már ezt leszarja neki, az a fontos, hogy a jövő héten
ne egy Opellel járjon, hanem mit tudom, egy Teslával, és lehet, hogy csúran cseppen neki. Én értem, hogy ezt el lehet adni nagyon pozitívan, hogy munkahelyet teremtünk. A munkahelyteremtés is baromi fontos, de higgyétek el, hogy nem ez a legfontosabb. És azért mondom ezt, mert még egyszer mondom, a természet már számtalanszor bebizonyította, hogy milyen könnyen szarik bele, hogy ez az üzletember, vagy az az üzletember, vagy ki kicsoda, mert a természet jön és tarol, ha úgy van. Like the ocean water.